Na jó estét kívánok, sziasztok, üdvözlök mindenkit, illetve hát valószínű, hogy éppen reggel van, vagy délelőtt valahogy így, de a lényeg, hogy most a Silent Hill 2 lázban még mindenki, én is egyébként gondoltam, hogy ránézek az eredetére egy kicsiket csavarral, ugye nem olyan régen tettem ki egy videót, hogy hogy is néz ki ez rendes mai TPS nézettel, ugye a Silent Hill 2, na de ez a mod, amit egyébként Zillot készített, és be is linkeltem az előző videó alá, ez nem csak ennyiből áll, hanem ennek van egyébként egy FPS módja is, hogy gondoltam, hogy belenéz ezek most nektek így a mai nap folyamán, aztán várhatóan, hogy hamarosan úgyis fog jönni a remake is, és megmutatom, hogy mégis mit tud igazából a Silent Hill 2 23 év távlatából, kicsikét fölturbozott grafikával, kicsit kiegészített textúrákkal, és rendkívül belső nézetben, jó? Tehát én azt mondom, hogy fussunk is neki, nem nagyon tökölök, normál, jó? Tehát nem húzzuk az időt. Nem fogom elkapcsolni magamat, gyönyörködöm én is benne. Ez az a pont, amikor megkérlek titeket, hogyha tetszik, amit láttok, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, hogyha eddig nem tettétek meg. Ezt mindig a videó végén szoktam elmondani, és nagyon sokan nem jutok el odáig, szóval most itt az ideje, jó? Gyönyörű szép egyébként, tehát tényleg hozzá lehet jutni az Enhanced modhoz, ami azt jelenti, hogy egy 23 éves játékból faragott egy egészen pofás grafikájú, majdnem mai cuccot. Tehát tényleg gyönyörűen újra textúráztak mindent, gyönyörűen le van renderelve az egész, nagyon szépen le van kerekítve minden, és lehet látni a dolgokat. Tehát a Haven's Night poszterek vannak a háttérben, ezt én sosem szúrtam ki a PS2 verzióban, de tényleg mocskos módon irgalmatlan jól néz ki az egész. És belső nézetben vagyunk, jó? Tehát, hogy van lehetőségünk megnézni azokat a dolgokat, amiket egyébként odaraktak a készítők nekünk, csak ugye nem láttuk, szóval ja, kicsit gyönyörködök, tehát van, amit hozzáraktak, textúrákat, nyilván ugye, hogyha valami olyan szögből volt, és sosem látszott, azt nem csinálták meg, de tényleg, tehát hogy lehet, meg lehet nézni a posztereket például, nagyon durva az egész, tehát Borderline, azt nem tudom elolvasni, mert összekuszálták, na mindegy. Nézzünk kifele. Bocsánatot kérek mindenkitől, ezt elpörgetem, tehát láttátok szerintem az eredetit nem egyszer, nem kétszer, és csak egy apróság, hogy tényleg, tehát kiegészítettek mindent a textúrákkal, hogyha esetleg, látjátok? Tehát ide nem nagyon tudunk bejönni, hogy a nézet szerint, és tényleg, tehát hogy megcsinálták azt, hogy ami sosem látható az eredeti módban, az itt mégiscsak látható, egyszerűen gyönyörű az egész. Na mindegy. Szóval, teljesen más perspektívából nézve, őszintén megmondom, én belenéztem az első 1-2 órában, meg is kaptam egy jó kis térképet, és annyira nagyon beszippantós az egész, hogy az valami nagyon durva. Menjünk a toluk alé fel. Nem, mielőtt még oda megyünk egyébként, tényleg, tehát hogy gyönyörűen lehet látni mindent az égvilágon. Ami egy kicsit zavaró egyébként, hogy a köd az nagyjából olyan sebességgel közlekedik, mint én, tehát olyan, mintha egy ilyen paca lenne körülbelül a kamerán, egy ilyen nagyon-nagyon minimálisan odébb van, de akkor is. Tehát egy tényleg, hogy lehet látni, hogy nagyjából ilyen dombok meg egyebek vannak itt a környéken, lehet látni ugye a fáknak a textúráját, nyilván ugye nem mai csirke, tehát ugye ami nincs abból nem lehet, tehát nyilván ugye nem fog ez nekünk tényleg ilyen 2024-es Chili Willin kinézni, de az a helyzet, hogy szerintem ez az az élmény, ahogy ennek működnie kellene. De tényleg, teljesen más. Gyakorlatilag teljes mértékben FPS irányítás rá van állítva, tehát hogy külön tudom mozgatni a kamerát, manuális célzás van ráadásul, szóval tényleg még erre is oda kell figyelni, hogy nem mindegy, hogy mit csinálunk. Szóval igen, tehát nem az van, hogy lehet olyat egyébként, hogy automatikusan rááll a legközelebbire, mint ahogy az eredetiben is volt, de ha már egy ilyen játékot játszunk egy ilyen móddal, akkor már csináljuk rendesen, jó? Tehát ezt én fogom magamba, és belenézhetek a kódba. Be van textúrázva. Tök jó. Gyönyörű szép, és tényleg, tehát olyan dolgokat lehet látni, amik... Ó, nagy kötfelhő. Olyan dolgokat lehet látni, amik egyébként nagyon-nagyon nincsenek ott általában. Gyönyörű. Ja, na, hol vagy? Ott is van. Megbocsátotok, közben én iszok egyet. Egy ilyen rövid időre mutatom, hogy mégis lássátok, hogy mivel van dolgunk, jó? Tehát dolgoztak vele rendesen, tehát nem csak a játék lett fölbruttózva, hanem a videók is, jó? I'm kind of lost. Ez a szinkron. Lost?
Ja. Itt pedig ugye látjuk, hogy kicsikét boomfordibb az egész, de mégis annyira jól néz ki egyébként így föltukkózva. Valószínű tényleg azért, mert ugye elfogult vagyok, én ugye játszottam az eredetivel nem egyszer, meg nem kétszer tettem ki belőle videót, szóval... Igen. Ja, szerintem is jó lenne távol maradni. Bocsánatot kérek, de tényleg tehát elnyom, és akkor elvileg valahol arrafele vagyunk. Ja, jó van, jó van. És itt is ugye nem nagyon tudjuk megnézni a templomot minden szögből, itt viszont van rá lehetőségünk. Tehát itt a mögötte lévő dombokat, ugye az oldalát, ablakokat, tehát tényleg nagyon melóztak vele, hogy ne lógjon ki a lóláb. Tehát ne csak az legyen, hogy akkor tényleg így FPS kamerát oda teszik ugye James mögé és csókolom, hanem tényleg, hogy ami eddig, tehát ahova benézhetünk, ott legyen valami. Ezzel rohadt sokat dolgoztak. Nagyon sokat dolgoztak. Tehát, hogy én így benézek a távolba, és hogy látok ilyen fasziluetteket, meg hasonlók, tehát ez nagyon-nagyon, tehát itt tényleg gyönyörűen föltextúrázták az egészet, gyönyörűen kiegészítették, amit kellett. A Silent Hill 2 kezdete az annyira ikonikus, hogy nem tudom, hogy mennyi időn keresztül folyamatosan baktatunk így a semmibe. Meg lehet nézni dolgokat. Tehát van ott egy autó, például lakókocsi, ott van egy csűr. Tehát, hogy az egész úgy lett kitalálva, hogy addig menjetek, amíg már nincsen kedvetek visszafordulni. Tehát ez ad egy ilyen hangulatot, hogy csak nézelődünk és megyünk be a városba, gondolkodhatunk közben. Bár gondolom a ti gondolataitokat nem nagyon lehet hallani az én beszédemtől, de értitek a dolgot. És tényleg, tehát hogy csak megyünk. Csak megyünk. Gyerünk. Na nézzük, csak nézzük, csak. Iskolabusz. Szépen megcsinálva, tehát hogy még innen is be tudunk nézni, és ott van valami felirat, valami ragó, padó, nem tudom, fargó? Nem tudom elolvasni innen teljes mértékben, fogalmam sincs egyébként pontosan, brú, valami ilyesmi, nem tudom, na mindegy. Gyerekek. Én mindenkinek ajánlom, hogy ezt a modot, ha van rá lehetősége, akkor szedje le, és próbálja ki saját maga. Egy teljesen más élmény. Teljesen más élmény, bakker. Egyébként, hogy apróságon nyugodtan lehet váltani egyébként menet közben az eredeti, itt van ugye az, tehát két nézet között, nyugodt szívvel lehet váltani probléma nélkül. Ja. Tehát, hogy van ugye TPS, FPS, illetve az eredetit is tolhatjátok nyugodt szívvel, tehát semmi akadálya nincsen annak sem. Semmi akadálya nincsen annak sem. Tehát én ellátok oda a túloldalra, hogy ott valamik vannak. Ilyen éppen, hogy kivehető, rohadtul jól megcsinálták. Csak, hogy azt kell mondjam egyébként, hogy köd textúra az még mindig nagyon-nagyon rohadt jól néz ki egyébként. Esküszöm, hogy aki látta szerintem a HD verziót, az tudja, hogy ez mennyit jelent. Oké, tehát egy építés előttünk. Oké, tehát aki látta a HD verzióját, ugye a Silent Hill 2-3-nak a HD Collection-t, az nagyon jól tudja, hogy ez mennyivel másabb. The Roadrunner. Hogy ezt se olvastam ki PS2-n, az is biztos isten. CRTTV-nek megvannak az előnyei egyébként, de az olvashatóság nem az. Jó, tehát szépen elrejti a hibákat, de nem. Nem. Nem segít abban, hogy el tudjátok olvasni, mi az isten mondott. És akkor emlékezetem nem csal, már pedig belenéztem már, igen, akkor itt is van egy first aid kit, tökéletes. A menü az még mindig úgy működik egyébként, hogy háromszöggel a térképet nyitjuk, a start gombbal pedig be tudunk lépni ide. Jó, tehát többek között ilyeneket tudunk csinálni, hogy el tudjuk olvasni ugye a képeket, meg tudjuk nézni a képeket, el tudjuk olvasni a leveleket. Fuck. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Igen. Na most az a helyzet, hogy megpróbáltam egyébként a rakásmód mellé még így a magyarítást is föltenni, és totálisan esélyem nem volt, szóval nem tudom miért. Nem akartam szinkront, magyar feliratot szerettem volna, de sajnálatos módon ez most így valamiért nem akarta, és most nem volt időm pöcsölni vele, hogy kitaláljam, hogy mégis mi az Isten problémája van, szóval jelenleg nem magyar felirattal toljuk, jó? Ó, hát mi van ott? Igen. Vér. Az.
De jó segge van valakinek. Okés. Szóval ugye, hírhet vagyok arról, hogy mindent összeszedek még mielőtt bármiféle problémák. Jaj, banyek. Tudom, hogy zavar az az árnyék, de bakker. Azért szerettem volna kicsikét még körülnézni arrafele is, de sajnálatos módon most nem enged, mert errefele vagyok. Ja, jó fele megyek, jól van, akkor Lindsay Street-et akartam, elnézést. Akkor teljesen jó irányba haladok. Kicsit odébb még lesz nekem élettöltőm is, meg hasonlók, szóval persze azt nem fogom ott hagyni. Nem tudom, igazából mi a kulpa, easy-ben próbáltam ki egyébként, hogy mennyivel másabb élmény így, és nagyon-nagyon más, nagyon-nagyon más. Nagyban nehezít egyébként, hogy tényleg mit, hogyan látunk, szóval innentől kezdve most normál módon nem tudom mekkora kihívás lesz, majd meglátjuk, jó? Élettöltőink már vannak, ezt pedig ugye tudjuk, hogy merrefele jövünk. Itt is van nekünk, azt mondja, hogy az első mentési pontunk, amit ugye találtunk, nem fogok most menteni egyelőre, majd egy kicsikét odébb, azért odáig már csak eljutok, banyak, hogy tudjak menteni egy tisztességeset valami normálisabb helyen. Jelenleg csak az élettöltőket szedem össze, hát ha esetleg menet közben elszúrnám, jó? Tehát ez egy egészen hasznos dolog. És ugye tudjuk, hogy mi következik, tudjuk, hogy mi következik. Első lying figure, akivel fogunk találkozni. Takáltuk mindent, tehát iszonyat meló volt ebben. Iszonyat meló volt ebben. Ha valakit érdekel, akkor egyébként a Silent Hill... Ja, és itt így meg lehet nézni, tök jó, azt nem is figyeltem eddig. Tehát a Silent Hill 3-hoz és 4-hez is van egyébként ilyen mód. Az 1-hez sajnos nincs, de mindegy. Nézzünk be! Nem látom a képernyőt, szóval nem tudom, hogy mennyire tüntette el az innivalómat, de zöld egyébként. Ez a jelenet majdnem annyira ikonikus, mint a Resident Evil első részében a megforduló zombi, de tényleg. Ez tényleg. Ez jó lesz. Gyerünk, James! És akkor fussunk neki. Gyerünk, mint a pöcs. Halnál meg, na végre! Pontosan ez egy remek kérdés. Ez meg mi a franc? De nem ám, ez nem ember. Csávókám, az úgy néz ki egyébként, mint hogyha a saját bőrébe csomagolták volna be, és az a segg, az a segg. És ugye itt kapjuk meg a rádiónkat. Hát, ja. What the fuck? Hát lehet egyébként, hogy szükségünk lesz rá. Na mostantól kezdve akkor free for all van, jó? Tehát innentől kezdve mehetek mindenhova az égvilágon, cserébe ők is jöhetnek mindenhova. Na most én nagyon remélem egyébként, hogy a remake-ben, amit továbbra is mondom, egyébként hamarosan érkezik, hogy a remake-ben lesz lehetőségünk nem harcolni, jó? Tehát láttam jeleneteket, örülök neki egyébként, hogy lehet most már ilyen kitérni, meg csapkodni, meg egyéb okosságok, de én nagyon remélem, hogy továbbra is van lehetőség egyszerűen elhúzni mellett. Jó, tehát ennyi. Semmi más nem szeretnék. Elhúzni a csába. Akkor nézzük csak, hogy merre fele fogok menni. Arra fölfelé nincs semmi az égvilágon, szóval akkor most le fogok menni a Lindsay Street-en, és be a Sanderson. Jó, tehát akkor nézzük azt. Tehát jelenleg így simán el tudok húzni mellettük, mint a vadlibák, jó, tehát ez még klasszikus, és látom az utcaneveket, igen. Elvileg igen, pontosan jó, tehát nem a Cat Street kell nekem, hanem a következő, tehát a Happy Burger felé fogok menni. Szevasz! Nagyon hallani, ahogy tipek mögöttem, ez egyébként annyira mocskos módon zavaró. De ez van eszköz szeretni. Most igazából gyűjtögetésbe fogok most. Hogy ha emlékezetem nem csak, hogy mi hol van, akkor hamarosan találni fogunk egy pár okosságot.
Szevasztok! Nem, hagyjatok békén. Nem hány. Rossz lying figure. Nem, az az Happy Burger, és akkor elvileg itt van bent, ott is van. Vedd már föl. Köszönöm. És most akkor elvileg... Ja. Soul Street. Igen, itt rendkívül le van zárva minden az égvilágon, de be tudunk nézni mögé, tök jó. Ez szimpatikus. Hogy honnan szedtek ekkora ponyvát, azt mondjuk nem tudom, de ez van. Szevasz. De be tudok menni? Nem tudok bemenni, nem baj. Szevasz öreg, hagyjál békén. Nagyon mérges rám. Valamiért nagyon mérges. Életöltőt láttam? Nem azt láttam. Nem azt láttam transzba. Gyerünk. Autók, meg egyebek. Ott is van lakókocsi, ez kellett nekem. Újni. Na most ugye sok mindent nem fogok itt találni, sajnálatos módon. Egy darab ilyen, igen, egy memo. Tehát egy Néli bárjában várlak. Bejelöljük szépen a térképen, tehát megyünk majd Néli bárjába hamarosan. Meg is van. Ott van egy mentési pont, ezt továbbra sem fogom használni, jó? Tehát jelenleg még nem érdekel. Melyik a kijárat? Az vagy az? Ja, az. Oké, rendben van. És akkor itt pedig ugye nem tudunk tovább menni ezen az utcán, mert hogy le van zárva, szóval megnézzük a következőt. Néli bárját. Szevasz! Ha meg! Áááá! Én akartalak csépni te! Péniszte! Péniszte! Mocskos! Ha-ha-ha! Elfutott! Na szóval Néli Street, és akkor megnézzük a bárt. Várna tenném, de ez van. És akkor elvileg, ja, még tök egyenesen, Sanders utca sarkán tovább kicsit. Ezzel mondom, hogy nem olyan egyszerű egyébként kitalálni, hogy mi az Istent kell csinálni, jó? Tehát sokkal nehezebb. Tehát így, hogy manuális célzás van, ez így nem könnyíti meg a dolgunkat. Ott egy térkép, ez bejelöl nekünk mindent az égvilágon, hogy mi az, ami nem elérhető, ez így van. Pontosan. Woodside Apartment, igen, Neely's Bar, tökéletes. És itt pedig a klasszikus. Itt volt egy lyuk, de már eltűnt. Hát igen, facia férfiak problémája. Viszont ugye tényleg ez a legnagyobb poén benne, hogy itt még csak utalgattak Silent Hill 4-re, de voltak információk, jó? Tehát ez is többek között, ugye a Silent Hill The Room-ba ugye ez a lyukakon közlekedés például. Vagy később majd szóba fog kerülni, igen, tehát Jamesnek az apja is benne lesz például a Silent Hill, mindig Resident Evil-t akarok mondani, tehát a Silent Hill 4-ben James apja is benne lesz, illetve szó lesz majd a Silent Hill 4 főszereplőjéről ebben az epizódban, második részben, Silent Hill 2-ben, jó? Tehát nekem senki nem mondja, hogy az nem eleve Silent Hill résznek készült. Uh-huh. Jó, tehát akkor jelenleg úgy néz ki, hogy le van zárva, azt is tudjuk, igen, Woodside Apartment, oda majd később fogunk tudni bemenni, jelenleg nincsen hozzá kulcsunk. Szóval futunk szépen tovább. Alatta van valaki? Nem, mellette van, az nem érdekel. Az most patkány vagy bogarak, igen, bogarak is vannak egyébként, ezt... Hú, annyira kiakadtam, hogy ugye a bogarak, azok ugye bejelzik, ott van, gyere. Bogarak azok ugye bejelzik ezt a rohadt rádiót, iszonyat para, közben igazából nem csinálnak semmit, max egy kicsikét megcsípnek, de hát nem vesz le semmit alapvetően az életerőnkből, szóval annyira tök fölösleges velük foglalkozni. Ilyen szinten el lehet olvasni, banyek! Rohadt jó, rohadt jó. Ez arra emlékeztet, amikor vettem magamnak, nem tudom hány évnyi nem látás után, ingyenesen lehetett kontaktlencsét igényelni, ingyenes szemfelmérés mellé, szóval úgy gondoltam, hogy akkor kipróbálom, sosem nyúlkáltam előtte a szemembe, úgyhogy mondom, hadd szóljon. És fél órát azzal töltöttem a Tesco-ban, hogy jobbra-balra csak nézelődtem, mert hogy most éppen HD-ben látok, és rohadtul élvezem, jó? Tehát ez így nagyjából arra emlékeztet, hogy rácsodálkozok dolgokra, hogy el tudom olvasni. Ez zseniális.
Jó, na most ott nem tudunk tovább menni, ott nem tudunk tovább menni, Lilizen voltam, ott le van zárva, arról jöttünk. Akkor itt a Ketszenbe fogok fordulni. Nem emlékszem már mindenre, szóval muszáj kicsikét nézelődnöm, de biztos vagyok benne, hogy valami kapuajban még van. Mint egyéb dolog. Most a Ketszen a következő jobbost azt megnézem, mert ott viszont van egy sikátor, ahol biztos isten, hogy nem voltam még. És remélem, hogy lesz az orrom előtt valami szemétláda. Hogy állok életileg egyébként? Kicsit pislákó, nem baj. Tökéletes. Jó, oké. Nem szabad balhéba bocsátkozni, hogyha nem muszáj. Ennyire egyszerű. Sehol semmi? Nem? Nem? Nincs? Oda nem tudok bemenni. Nyente, nyisd. Ah, mondom én. Tökéletes, meg is van. Ebből mindjárt az utca végén vagyunk, szóval gondolom itt már nincsen. Aha. Hát nincsen semmi az égvilágon, szóval visszafordulunk. Remélem senki nem fog mögöttem jönni. Az vagy, oda nem lehet bemenni, pedig ott kosaraznék egy út. De lehet? Nem emlékszem. Szerintem itt nem lehet, csak az első részben, nem? Ja, igen. Első részben lehet kosárpályára bemenni. Nem baj. Meg kell tanulni, hogy hogy kell használni, jó? Ezt meg kell tanulni. Akkor menjünk, igazából egyetlen egy opcióm van. Ha csak még arra nem nézek el, mert szerintem ott nem mentem el a végéig. Nézzük csak, hol vagyunk. Ja, itt még nem mentem el a végéig, szóval itt még gyorsan körbefutok, hát ha találok bármit az égvilágon. Valamelyik ház előtt úgy emlékszem, hogy van egy élettöltő, de aztán, hogy melyiknél, azt nem tudom. Lehet, hogy totálisan nem itt. Lehet, hogy nem is ebben a részben, majd mindjárt kiderül. Utca közepén szerencsére nem hagynak semmit, szóval attól nem kell félnem, hogy aha, ott már voltam, szóval akkor nem érdekel. Szerencsére simán ki lehet őket kerülni, szóval lehet olvasni? Nem lehet elolvasni, de igazából nem tudom, hogy mögöttem közben jönnek-e, vagy csak a hangokat hallom, szóval inkább nem maradok itt. Jó, maradjunk annyiban. És akkor kizárásos alapon most megyünk tovább, és akkor benézek a masikátorba. Ha nem bénázom el, akkor szerencsére nem fogok senkivel sem találkozni, szóval, ja, egy hatalmas nagy előny. Ott volt valami, vagy nem? Rosszul láttam, oké. Na most itt kizárólagos módszerrel szépen oda tapadok majd oldalra. Vedd már föl. Na. Ja. Ez a hátránya egyébként ennek a nézetnek, hogy látom, hogy ott van, de nagyon-nagyon közel kell menni, mint amikor ugye Jamesnek is nagyon közel kell menni. Szóval igazából ide tapadok, hogy az a pénisz az ne jöjjön ki az autó alól, nem tudom mennyire láttátok, majd mindjárt mutatok egy közelít róla. Apartman kulcs meg is van. Na most, ez a rohadék, ez ott vergődik, jó? Ott. Ott. Közel megyünk hozzá, közel is megyek, jó? Én ezen annyira beszartam először, amikor kijött az autó alól, basszus, de mindenre számítottam, csak erre nem. Ugye nyilván a nézet miatt, ugye fogalmam sem volt róla, hogy ott van bármi az égvilágon. Abszolút ötletem sem volt. Semmi. De semmi. Akkor ha igaz, akkor most egyenesen megyek az apartman felé. Aha, pontosan. Jó. Rendben van. Mert csak meg kell találni az ajtót, hogy melyik, és nem megetetni magamat ilyen péniszek. Ja. Autólok nélkül egyébként normál módban sem olyan egyszerű. Hát itt tényleg. Ott is van egy. Mondom én. Hogy minek szabadítom magamra, azt ne kérdezzétek, jó? Tehát ötletem sincsen, oké. Most már itt vagyunk az apartmannál, szóval lassacskán, akkor meg kell találnunk a bejáratot. Nem itt van, még odébb egy picit, gyerünk. Ott is van egy szemétláda, látom a tomporát. Ez az, bent is vagyunk, kiváló. Na szóval, élettöltő megvan. Térképet fölvesszük, oké, és mocsok módon jó egyébként. Na most fogok egyet menteni, jó? Most fogok egyet menteni. Mondom, mentek, cseszed. Nem tudok menteni, vagy... What's this? Colors everywhere. Na most... Oké, ez így annyira nem fasz egyébként, hogy rohadt módon nem tudok oda menni hozzá közel. Vagy lehet, hogy nem fogok tudni így, fény nélkül. Na mindegy, megyünk tovább, jó? Majd. Őszintén nem emlékszem rá, jó?
második vagy harmadik emeleten van a kis csaj, azt hiszem a harmadik emeleten, és ott nem fogok tudni tovább menni. Nekem totálisan úgy rémlik, mindegy, tehát kezdünk ott. Ott is van, azaz. Úgy utálom ezt a kis csajt. Nem tudom miért. Kis csajokat egészen ritkán szoktam utálni, de ez a... Igen, ez a kis görcs, ez... Aha. Csög. Na szóval, ez az a pont, amikor nem látok szart se. Úgy emlékszem, hogy a második emeleten van a lámpa, szóval a második emeletre fogok menni. Az hagyja, hogy kurvára sötét van, mert kurvára sötét van, de az sem nagyon segít egyébként. Oké, fél homály az még mindig egy barátibb. Az sem nagyon segít egyébként, hogy abszolút semmilyen mértékben nem tudom, hogy merre megyek. Ez lesz az oké. Húzzunk innen a vérbe, jó? Nézzük akkor, térkép, oké. 205-ösnek több része is van. Nem tudom, hogy mit tudok kinyitni, meg mit nem. Ott is van egy ilyen kis pénisz. 210-es ki tudom nyitni, tök jó. Azaz. Tögölni meg. Álljál már meg te. Seggeske. Anyádat már, hova mész? Még él? Amíg nyöszörög, addig ütni kell, jó? Oké, most már ő nem fog visszajönni. Oké, némi pisztolylőszer, tökéletes. Az anya, éj, bazd meg! Megijesztett. Őrá nem számítottam. Jó, oké. Ez így már mindjárt baráti basszus. Az jó édesanyját a frászt hozta rám. Anyák, oké. Itt nem tudunk sloziban turkálni, tök jó. Bakker, jó van, oké, stova. Nem. Azaz, még egy kis hangumbulet. Semmi. Oké, és akkor húzunk innen a vérbe, jó? Hol vagyok most? Oké. Tehát akkor itt balra el tudok még menni, talán. Kikapcsolom a kalát? Nem látok, gondolom. Lát a tetű! Azaz. Na végre. Nem. Kár, nem emlékszem már, hogy melyik ajtó nyitható, meg melyik nem. 212-es nem nyitható, szóval elvileg ezen az oldalon kipucoltam mindent az égvilágon. Ja, akkor megyünk tovább. Jó, a következő szoba az érdekel. Nem érdekel, mert nem tudok bemenni. Nem. 202-es, meg a 201-es, azt a kettőt még megnézem, jó? Zárva. Itt meg nincs semmi. Oké. Ja, őt fogom tudni majd kinyitni később. Rendben van. Rendben van. Amíg lehetséges, addig fény nélkül közlekedek, mert akkor kicsit balfaszabbak. Nem. Nagyon rám zizzentek, ahogy fölkapcsoltam a pilácsot. Ja, és ide be fogok tudni menni. Ja, oké. Most már tudom, hol vagyunk. Ide majd kicsit később kell jönnöm, de nem baj. Zárva. Itt pedig van ugye egy óra, amit jelenleg még nem tudok használni, szóval nem is érdekel, viszont a megoldás az meg itt van szemben, jó? Tehát Henry Mildred Scott, ugye, tehát óra, perc, másodperc, hours, minutes, seconds, jó? Tehát erre kell figyelni.
Nem olyan bonyolult a megoldás amúgy, de majd ide később, ide majd később. Itt van-e bármi az ég? Nem tudom kinyitni, nem tudom kinyitni. Jó, elvileg, hogyha itt vagyok, akkor innen már csak a 209-es van egyen jobbra, úgyhogy azt majd mindjárt megnézem. Nem, nincs, mert itt nem tudok átmenni, szóval akkor. Szerintem itt egy emelettel följebb, szerintem, mert itt már mindent kipucoltam. Aha. Ja, határozottan, akkor irány följebb. Egészen más a feelingje neki, egészen más, teljesen, totálisan tök más bakker, így, hogy annyira az arcomban vannak, hogy az félelmetes. Nézzük a térképet, akkor balra van két szoba, gondolom két rohadék is. Nincs. Ja, a pisztoly, tök jó. Meg is van. Mostantól kezdve ő nagyon jó barátunk lesz. Itt van benne valaki? Senki? Jó, nem, nem. Lőszert nem kapok hozzá? Lőszert nem kapok hozzá. Ficken fuck, oké. Okay. Ide bent semmi. Tök jó, akkor viszont itt, ja. Kijövünk jobbos, és akkor megyünk tovább ott a mi az Isten után. Nézzük csak, hogy lőszerből menj. Hú, de szarul állok, banyag, de miért? Mit kaptam? Lehánytak vagy valami? Oké. Okay. 10-20, nem sok, szóval egyelőre még maradunk ennél, jó? Hú, itt kurva sötét van ezen a folyosón, ez nem jó nekünk. Ha arra meg nem tudok menni, akkor kizárásos alapon most ez így nem, nem túl fasza. Akkor mit nem szedtem föl, nézzük csak. Nézzünk egy térképet, oké, tehát akkor itt vagyunk, igen. 301, 302. Kellett volna, hogy legyen ott még valami, vagy nem tudom. De nem hülye vagyok a 301-es elnézést. Nehezen akarom elhinni, hogy nem veszem észre az apróságokat, szóval így, hogy teljesen más a nézet. Mondjuk lehet, hogy nem lett volna egy utolsó dolog megnézni, hogy én mi az Isten csináltam ezelőtt 10 évvel, szóval a franc tudja. Nem, nyente, nyista, nuku, oké. Okay. Akkor nem erre, akkor kizárásos alapon nem erre. Jó. Igen, jó. Arra nem tudok menni. Második emeletem mi van? 205-210. Valamelyikben csak kell lennie valaminek. Jó, visszamegyünk, aztán majd meglátjuk, jó? Tehát olyan túlságosan sokat nem lehet tévedni, tehát most jelenleg elvileg semmiféle, aha, ja, semmiféle kulcsom egyebem nincsen, szóval, ja, kizárásos alapon valamelyik szobában elhagytam valamit. Nézzünk be először, akkor a 205-ösbe, ami telibe a túloldalon van. Aha, miféle zaj van ott? Nézzétek már a kis genyót! Á, ott nézelődik, várakozik a vörös fejével neki. Na most ez így mókásabb. Mhm. Uh-huh. Igen. Ez a karaktermodell bizony James. 202-es szobakulcs, na végre jó van akkor. Az azt jelenti, hogy itt lejövök a folyosón, és elfordulok jobbra, oké. Okay. Ja. Nézzük. Jó, következő az itt lesz, oké. Okay. Hogy állok? Nem kapott el senki, jó van akkor. Elvileg van egy csomó okosságom, szóval remélhetőleg nem is fognak. Na. Semmi. Jaj, tudom! Tudom. I know. Fucking know it. Igen. Most ugye benyúlunk, és szépen ugye kihúzzuk a órakulcsot, ami ez ilyen fuck. Vissza kell mennünk a 208-asba az órához.
Azt se tudja, mi történik. as gyerünk, azaz. Oké, és be az órához, és akkor elvileg 9 óra 10-re kell nekem állítanom. Tökéletes, ki is tudjuk nyitni, oké. Amire figyelni kell egyébként, én nem fogja a puzzle ugye megmondani, hanem hogy figyelni kell a kattanásra. Nézzük csak, 9 óra... Halljátok, tehát itt, ahol kattan, nem kattan. Itt, ahol kattan, itt tökéletes, kilépünk és el tudjuk tolni oldalt. Mire én erre rájöttem, hogy mi az Isten kell csinálni? Így van, köszönöm, el is toltuk. Mehetünk át. Na szóval, itt mi az Isten van a 209-ben? Életöltő, az biztos, hogy van itt például. Az a kijárat nem érdekel. Nézzünk ide be. Nem. Nem ide nézünk be, itt minden zárva van, szóval ez így annyira nem fasza. Onnan jöttem be. Ez nem nyitható, ott nincsen semmi az égvilágon, szóval... Kizárásos alapon ez most így annyira nem jó. Most mielőtt nekem szétrúgják a valagamat, én gyorsan mentek egyet. Megpróbálok legalábbis. Ez így van. Úgy, tehát felülírom szépen itt. Nem felülírom, hanem újat. Oké, tökéletes. Jó. Akkor most mehetünk tovább. Na most, hogy a 209-es az kinyílt, és akkor most fogok tudni kimenni elvileg. Mert hogy ez az ajtó ez elé. Aha, ez így van. Lefelé, nem emlékszem, hogy... Ja, lefelé biztos, hogy lehet jönni, fölfelé. Fölfele az érdekesebb nekem egyébként. Mert hogy itt ugye föl tudom venni azt a kulcsot a folyosó végén. Közben én egyébként itt... Tartsálátok, jó? Ahogy meghallok bármiféle kis zizgést... Ó, mikre nem jövök én itt be? Huli van. Ezt hagyom, ezt imádom, ezt a részt. Gyerünk, Piri! Hogy ezt miért csinált, azt nem tudom. Rég táncol itt nekem össze-vissza. Na gyerünk, Piri! Nem is tűnt fel, hogy ugyanolyan kesztyűjé van, mint Mickey Egérnek, eddig nem is láttam. Kicsit ganésabb. Gyerünk, James! Használd el a nehezen megszerzett lőszerünket fölöslegesen, azaz. Na. Tiszta a terep. Amit én itt simán elcsesztem egyébként először, az az, hogy más szögből mutat, és itt rögtön ugye van egy kulcs, amit viszont föl kell szednünk, szóval, ja. Zárva, törve van rád, ez is van törve a zár ráadásul, szóval ez is. Jó. Hál' Istennek, akkor mehetünk is tovább, elvileg akkor balost kell majd csapnom miután ki. De mit? Gyakorlatilag. Jó. Szóval. Ő a kedvenc piramisunk, ugye? Jó, itt lejövök, és akkor jobbos. Ezt magyarul írtak így gyerekek, hogy miért? Bazd meg! Megijedtem, nem gondoltam, hogy ott van. Semmi. Akkor elvileg itt hátul jövök. Ja, erre is kell, kiváló, oké, meg is van, tökéletes, megnéztük mindent, az ugye zárva volt, szóval, ja.
kizárásos, vagy zárva igazából, be volt falazva. Szóval most, ha minden jól megy, akkor igen, tehát megvannak a Fire Escape Key, tökéletes. Igen. Meg a Courtyard Key, oké. Rendben van, akkor most már van mindenféle kulcsunk, szóval akkor mehetünk lefele a... Ja, ez be van deszkázva, erre nem, akkor mehetünk lefele szépen a következő részre. Ezt véletlenül se hagyjuk itt, jó? Ez kell. Elvileg itt egyiket sem fogom tudni nyitni, csak odakint. Ja, sokat segítene egyébként, hogy emlékeznék, hogy mit lehet nyitni, meg mit nem, de hát Silent Hill egyébként sokkal lineárisabb játék, mint amennyire emlékeztem, szóval problémám nem lesz belőle. Now it's unlocked. Tökéletes. Most, hogy itt vagyunk, akkor... Ja, akkor irány vissza. Az azért csak, hogy gyorsan fogom magamat és először is föl. Azért itt néha megvilágítás miatt furák ugye az árnyékok, szóval ja, ezen annyira nem kell meglepődni. Elvileg ugye itt, ja. Ez így van, jó, tehát valami ott elakadt, úgyhogy szépen ledobjuk ugye a ücsit. Tökéletes. Majd összeszedjük lent, illetve elvileg itt a végén ki fogom tudni nyitni az ajtót, ha igaz. Bár muszáj lesz még tovább mennem, de... De kinyitni kinyitom, jó? Maradjunk annyiba. Ez így van, oké, tökéletes. Ezt is használtam. Ja, akkor most megyünk lefelé, összeszedem azt, amit ugye ledobtam a szemetessel, azután megyek az épületnek a másik felébe. Alapvetően, hogyha végig bögdöstök mindent az égvilágon, és azért figyeltek, hogy mi az Isten történik, azért olyan túlságosan sok, nagyon nem lehet eltévedni, de őszintén mondom, nekem FPS nézetben sokkal jobban működik a tájékozódás, pedig én általában ilyenkor szoktam teljesen dezorientált lenni. Ez így van. Meg is van egy érmém. Valamint ugye itt van egy ilyen magazin, ami Walter Sullivanről beszél, ugye, hogy mint hogy a gyilkosságairól igazából. Na most Walter Sullivan a fő gonosz a negyedik részben. Erre. Szóval, ja, azért mondom, hogy igazából itt azért vannak bőven kapcsolatok, jó? Tehát... Kortyát ki, megvan, oké, tökéletes, na ez szar lesz. Ez nagyon szar lesz, FPS-ben nagyon szar lesz. Ugye nekem manuálisan kell oda mennem a babakocsihoz, és el is akadok, francba. Meg... Ó! Oh! Ez nem is volt vészes, csak ketten hánytak le. Végül is... Elfér, jól van. Mennyire állok szarul? Nem is vészes, jól van, oké. Ez sokkal egyszerűbb volt abszolválni egyébként, amikor nem FPS-ben voltam, de alapvetően tájékozódni így sokkal jobb számomra legalábbis. Telibe a rossz irányba megyek, na mindegy. Elvileg itt nincsen már semmi az égvilágon, ide vett viszont de. Bent vagyunk? Bent vagyunk, oké, kiváló, jó van. Véres hűtő. Ja. Lőszer, az kell. Köszönöm. Ide nem tudok bemenni. Ja. Hát akkor nézzünk be. Barátkozunk. Kőműves dekoltás azért ott figyel. Nem kicsit. Mindegy, most Eddie-vel nem barátkozunk igazából, de... Ja. Viszont visszajövünk hozzá megkérdezni, hogy Eddie, jól vagy-e? Eddie? Eddie, you okay? Megkérdeztük. És elvileg... Itt most... Kettő érmény megvan, másom nincsen már itt, szóval akkor... Most ez nem tudom, hogy micsoda igazából, ez most Eddie szobája, vagy a franc tudja. Get... Blair... Nem tudom, mi az. Na mindegy. Jó, akkor hagyjuk itt Eddie-t a francba, hadd boldoguljon magában. Hol az ajtó? Ott. Oké.
Na, akkor itt szerintem több ajtót nem is fogok tudni kinyitni. De azért megpróbáljuk. Jó, kimegyünk, és akkor egy jobbossal végigfutunk készen. Szevasz, hagyjál békén! Nem. Nem. Na, és be lehet menni. Kipróbáljuk a pisztolyt, jó? Mondjuk egy célkereszt az nem volna rossz, de mindjárt intézek, jó? Tehát szerencsére egyébként bármikor bele lehet nyúlkálni a mód basszóval, akkor player visible, nem. Shoulder distance, nem. Aim settings. Aimdat, tökéletes, köszönöm szépen. Na, végre, akkor most már látom is, hogy hova az istenbe célzök, jó? Tehát nem csak így vaktában, ez azért egy annyira nem volt fasza, mindegy. Szóval akkor, mink van még itt? Azt mondja, hogy... Nem, nem, nincs semmi az égvilágon, őt elintéztük, az be van deszkázva, beljebb nem tudunk menni. Ott. Nem, zárva van, akkor kizárásos alapon csapunk egy valost. Valost, ja. Elvileg ott sem tudok kimenni. Ja. Akkor igazából ennyi ugyanaz visszafelé. Két péniszt a szépen kikerüljük, szevasz. Be, öreg. És akkor, ha igaz, akkor... Balra. Tökéletes. Most pedig, hogy itt megvagyok, akkor a második emeleten szépen fölmegyek. Elvileg kipucoltam mindent, szóval most át fogok menni szépen a másik apartmanba. Gyerünk. Ha jól emlékszem, kipucoltam mindent. Mindjárt kiderül. Ja. Azaz. És akkor át. Jó? Ennyi, igazából semmi extra. Taroslozi? Persze, hogy kivesszük, ami benne van. Miért ne vennénk ki? Igen. Volt a harmadik részben egyébként egy referencia erre, amikor ugye Heather-re majdnem belenyúltunk a WC-be, és akkor menet közben visszakozott és közölte, hogy mégis ki csinálna ilyet. Na. Ez mindig véletlenszerű, szóval figyeljetek, azt mondja, hogy 25-27. 25-27, jó. 25-27, oké, jobban jobb. 25-27, rendben van. Akkor most, azért kellett nekem ez, mert akkor most ezt így 20 5 2 7 Tökéletes! Milliónyi pisztolylőszer, jó? Tehát ez nagyon-nagyon fontos nekünk. Oké, és egy kis élettöltő. Mondom, egy kis élettöltő, tökéletes. Még fontosabb. De nincsen térképem, nem baj. Igazából hiába mutatja nekem teljes nagy Silent Hill-t. 81 lőszer, ezzel már talán tudunk mit kezdeni, jó? Ha tudnám, hogy hol a pöcsönben vagyok, ott van az exit, oké. Okay. Elhagytam exitet, és itt van lent a térkép, azaz. Tökéletes, köszönjük szépen. Harmadik emeletre, ha jól emlékszem, nem fogok tudni fölmenni. Ja, határozottan nem. Jó, akkor most pedig itt bejövünk. Ott volt az a rohadék. Tökön lőttem. Oké. Okay. Szóval 202-es, azt mondja, hogy akkor 203-asból jöttünk, kezdjünk itt, jó? Nem, bukta. Oké, okay, 203-asból jöttünk, szóval a... Igen, szóval az nem érdekel, 201-es, az le van lakatolva, vagy deszkázva, vagy mi az isten, 204-es, az sem igazából. Sőt, úgy emlékszem, hogy ezen az emeleten a 209-esen kívül egyiket sem fogunk tudni nyitni.
és az sem most, mert lent van egy izé hozzá. Szevasz! Menj oda! Megszabadítottuk a szenvedéseitől. Zárva! Ja, oké, jó. Igazából akkor olyan túl sok mindenre nem is menjünk itt. 209-es egyedül, ami majd nyitható hamarosan, de még nem, szóval ahhoz szereznünk kell egy kutat, mindjárt kimegyünk, és megoldjuk ezt a problémát. Akkor megyünk az első emeletre. Első emeletén is azt hiszem, hogy egy darab nyitható összességében. Ott semmi? Vagy semmi? Nyitható, kivel? Mi az Isten? Hát nem túl pontos, de mindegy. Mert hogy egyébként ott vannak azok a rohadt bogarak, és azok jól sérülök igazából, bár annyira nem vészes. Nem, bocsánat, pisztolyt azt újra kell tölteni, oké. 101-es bukta, 104-es bukta, 105-ös. Az anyád! Hogy bírod? Bazzeg, sebez? Ez sebez, hogy szakadna meg! Ez sebez! Mekkora tetvedékek! Mekkora tetük! Azt a kurva élet, na mindegy! 105-ös, ja! Oké, és itt van ugye nekem egy ilyen token. Jelenleg még nem fogok tudni semmit sem csinálni, sajnálatos módon. Fak, max menteni. Na most ide majd bele kell tennem az érméket, viszont nekem 3 kell összességében, és még csak 2 van, szóval ja, megyünk tovább. Amint rájövök, hogy merre voltam és merre nem. Lőszer hasznos. Ó, igen, majdnem elfelejtettem. Majdnem elfelejtettem, bakke, majdnem elfelejtettem. Ez kell. You. Yeah. I'm James. Ja. Most már ideje volt bemutatkozni, Angela. Nem? Angela. Okay. You're planning, but there's always another way. Really? Ja, Angela az határozott jelleggel meg szeretné öngyilkolni magát. But you're the same as me. Nem mondom, hogy sikerül lebeszélni, jó? Tehát nem most. Just to run. Besides, is what we deserve. No, I'm not like you. Az a poén, hogy egyébként 17 éves, ha jól emlékszem, a sztori szerint itt legalább 30 valamennyinek, inkább 40-nek néz ki, szóval ja, a textúra az nem a legfaszabb. It's okay. Uh-huh. Find your mother? Nem találta meg az anyját. Not yet. Ezt most hagyom kicsit lemenni. Did she... this apartment building? I don't know. So, all you know is she lived in this town. Ja, ennyi. Tud, hogy itt lakott a városban. Valahol. Hogy honnan tudom, te mondtad! Ne legyen ennyire nő! Where you're looking for her? I know. I right? I'm so tired. Az a kés az véres, eddig ez nekem föl sem tűnt. Did you come to this town anyway? I'm sorry. Did you find the person you're looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. Nem ismeri Mary-t. Sajnáljuk. Igazán sajnáljuk. She's dead. Yeah.
Igen, ez a jó kérdés egyébként, ugye ez a kis meghasonlás, hogy ha tudom, hogy halott, miért keresem? Don't worry. I'm not crazy. At least I don't think so. Az őrültek sosem tudják magukról, hogy őrültek, ez érdekes egyébként. I've got to find my mama. Should I go with you? This town's dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. I'll be okay by myself. Besides, I just slow you down. És most jön a kiakadás? That. Will you hold it for me? Azt mondja, hogy igen. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. Ez így van. Megkért, hogy vigyázzunk rá. Milyen kedves. Ja. Ja, később ilyen fényében most, hogy tényleg ez a hirtelen reakció, meg hogy úgy beszél, mint egy kislány, hogy ez a rossz volt a rajnál. Ja, nem mondanám, hogy a Silent Hillben nem rohadtul tragikus karaktereket szoktak írni általában. Tökéletes. Ez is megvan, és magunkat látjuk ugye ebben az egészben. Mondjuk jó eltorzult lábbal, szóval ez ilyen... Na mindegy. És akkor ezt ne hagyjuk itt, jó? Tehát ez mindenképpen kell nekem. És akkor most pedig megyünk kifele. Itt jelenleg nincsen semmi az égvilágon. Ha igaz, akkor most pedig a 109-esnél vagyok. Akkor be kell mennem a 105-ösbe, ami igazából jobbra és balra. Anyádat már! Rohadt bogarak. Szóval itt van ugye ez, és akkor nézzük csak, mi is a megfejtés. Azt mondja, hogy valami oda van írva. Igen, azt mondja, hogy 3 érme 5 lyukba. Szóval se értettem. Semmit nem értettem. Nézzük még egyszer. Ja, vagy lehet, hogy igazából meg fogom nézni, mert mindjárt kiderül. Igen, oké. Az egyik végén van a csábító. Tehát a lány elcsábítója, oké, tehát akkor egyik végén egy faszi van. The wind from behind the woman does play, tehát hogy a... nem értem. Formless one, null, lies furthest from day. Oké, és... tehát hogy az öreg nem a kígyó mellett van. Tehát akkor öreg, nő, kígyó? Nézzük, oké, kiderül. Ha nem, akkor majd megnézem gyorsan, nem emlékszem már egyébként, mi volt a puzzle-nek a lényege. Mondja, hogy... tehát akkor oda tesszük a... igen, elvileg ide tesszük az öreget. Ha igaz. Aztán utána... miért a térképet akarom megnyitni? Aztán elvileg középre jön a csaj. Ha igaz. Hogy elvileg ugye az öreg meg a kígyó azok nem egymás mellett vannak. Lehet, hogy teddybe fordítva, majd kiderül, és akkor az utolsó... Nem a memót akartam, bocs. És akkor ez pedig elvileg a végére. Csak hogy nem. Próbáljuk meg akkor úgy, hogy esetleg működőképes is. De lehet egyébként, hogy a teljesen fordítva. Az is lehet, hogy nem is jól értettem egyébként. A kígyó az pont szerintem középen van, szóval az... nem, a kígyó az pont nem középen van, fuck. Csak a csaj lehet középen, kizárásos alapon. Vagy lehet, hogy nem pont középen van egyébként, az is lehetséges. A fickó az biztos, hogy valamelyik oldalon van. A 100%. A kígyó az annyira messze tőlük, amennyire lehet, szóval... az is lehetséges egyébként, most csak így tipp, hogy a kígyó az ide, a csaj az pedig vagy középre, vagy közvetlenül a fickó mellé. Ez a két tippem van, majd mindjárt kiderül. Semmi, oké, akkor kiveszük a középsőt. Jó, tegyük közvetlenül a faszi mellé, ha nem, akkor megcseréljük az egészet. Reflexből a térképet akarom megnyitni, bakker, na mindegy, hogy miért nem tudom rögtön csak átrakni a másik oldalra, azt nem tudom. Nem.
Akkor most mindegyiket kiveszem szépen, oké, ezt is kiveszem, és akkor megpróbáljuk úgy, ahogy eredetileg volt, jó? Tehát akkor, vagy majdnem ugyanúgy, oké, tehát akkor bal oldalra a faszi. Legszélére a kígyó, ugye legmesszebb tőlük. Csaj pedig mellette. Ide? Ha nem, akkor megnézem banyak, jó? Tehát nem. Ja, elvileg ez közvetlen mellé talán. És akkor elvileg a kígyó, az pedig a legvégére. Fuck! Nem ez az, bocsánat, googlizok, elnézést. Na, szóval akkor megnéztem, tehát jó az ötlet. Csak ja. A fúj mögöttük a szélrészt azt elcsesztem, szóval akkor. Elvileg az öreg az nem rögtön legbalra jön, hanem ide. Csajszi pedig középre. Meg is van, tökéletes. Linehouse key, tökéletes. Ha igaz, akkor most pedig... Ja, most elvileg megyek a lépcső felé, szóval... Nem arra megyek, rohadt életbe, nem? Hagyjál békén! Ott mi van, ott szoba van, nem? Akkor egy emelettel följebb talán? Tű! Oké. Itt néztem meg, ami nyitható? 209-es, ugye? Ja, aha. 209-esbe bemegyek, és akkor át tudok menni a túloldalra. Tökéletes, köszönöm szépen! Elvileg itt nincsen nekem már semmi az égvilágon. Ja. Szóval, fiókba, ott sincs. Fak. Jó, akkor itt csak átmegyünk a túlfelére. Ja. De bent valami? Nem. Nyente. Itt van egy doksi. Apartment stairway-ké, oké, az mondjuk egy hasznos dolog, hogy mondjuk jó volt felszedni, már rohadtul nem néztem, na mindegy. Mielőtt még elcsesz, hogy vissza tudjam tölteni egyáltalán, most akkor itt szépen. Azaz. Tökéletes. Jó. Na, most jön a móka és a kacagás. The lock is broken. Hogy megyek ki? Ezt én nem erre, nem ugyanúgy vissza, oké. Ki, és akkor balra el a végéig, ugye? Ja, aha, pontosan. Ott is vagyunk. Ott van. Muszáj lesz rálődnöm egy párat, hogy lelassítsam, jó? Tehát ezzel sajnos nem tudok mit csinálni. Bár... Megpróbálom azt, hogy csak elfutok mellette. Oké, ez kicsit bugos. Hú, de rohadt agresszív. Oké, és igazából csak egy ideig futkosni kell mellette, szóval ja. Bazeg! De mekkorát rám csapott. Nagyot üt. Fuck. Mondom én. Kicsikét le kell lassítani, és akkor talán van némi esélye egyébként kikerülni. Oké. Jó, na gyere te. Na. Csap, aha, igen. Tehát igazából lelassítja, jó? Tehát ennyivel beljebb vagyunk, nem öli meg, nem árt neki, lelassítja. Okés? Nagyon. Hardban mondjuk nem ennyire lassítja le, jó? Tehát ez most így egészen pozitív. Hú, ez közel volt, bakke! Ez nagyon közel volt.
Hú. Hú, de lassú. Édes faszom. Ja, meg lehet csinálni egyébként enélkül is, csak így nem tudok tájékozódni annyira, hogy hol férek el, meg hol nem. Gyere! Tess, gyerünk! Rendkívül lassú, oké, most már lassan elég lesz. Nem unod még? Na végre! Na végre elhúzott a csába. Itt még zavarja egyébként, hogy a lövöldözöm, vagy nem? Hogyha ide jövök mögé, akkor rám akar csapni? Ó, de rálam! Kísértem itt a sorsomat! Gyere te pöcs! És piramis fej, ahogy sose akartátok látni. Na, amúgy én se, de ez van. Egy darab handgun bullet, oké. Tökéletes, nem baj. Anélkül is meg lehet csinálni, jó? Tehát csak jól kell mozogni. Tíz lefele. Tökéletes, húzunk innen a vérbe. Jaj. És azért pazaroltam egyébként most abszolút a probléma nélkül, mert hogy amúgy is úgy terveztem, hogy nem lesz hosszú, csak így bemutatom nektek, hogy mégis mi az Istenről van szó. És szerintem nagyjából értitek egyébként, hogy mennyiben másabb, mennyivel érdekesebb ez a perspektíva. Utálom ezt a picsát, bocsánat, utálom. Tehát egy teljesen más élményt ad, amikor be tudtok nézni, tehát ilyen szögből csempéket tudtok nézegetni, mocskot, rozsdát, egyebeket, tehát egy egészen más élményt ad ez az egész. Hú, de várom már a remake-et, de tényleg, nagyon várom a remake-et. Itt pedig igazából olyan túlságosan sok teendő nincsen. Rosewater Park, oké, okay. Tökéletes, köszönöm. Nem, mehetünk tovább. Rózsavíz park, gyerünk. Tőszer, tökéletes, és akkor elvileg itt lesz még egy élettöltő. Hát, te leányzó! Nem, Méri. Nem, nem. No, you're not. Do I look like your girlfriend? Oh, my late wife. Can't believe it. Face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. Mm-hmm. I don't look like a ghost, do I? See? Ez még mindig szebb egyébként, mint a HD verzió. You're really not Mary. I told you, I'm Maria. Sorry. I was confused. Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? Didn't mm-hmm. you say she died? Igen, ez egy kicsit zavaró egyébként, hogy látod a feleségemet? Oké, okay, egyébként meghalt. Miért nézegetne hullákat? Yeah, 3 years ago. Ráadásul 3 éveseket. Waiting in our... And that's here? Mm-hmm. I haven't seen her. Ez egy nagyon-nagyon különleges hely. Bizony. Is this your only special place? Pontosan. Van nekünk más különleges helyünk is, ugye? Oké, tudjuk, a textúra annyira nem szép. Persze, hogy a hotel. Tehát ezért... Na, Gerlepárnak persze, hogy a hotel. Mi más lenne? Yeah, it's still there. Well, the hotel was your special place, huh? I'll bet it was. No,
Don't get so mad. He's just joking. Pedig jogos. This way. Mit akarsz hagyni? Coming with me? You're gonna just leave me? No, but... with all these monsters around? No, I just... I'm all alone here. Everyone else is gone. Mm-hmm. I look like... don't I? Manipulatív egy szemét láda. A plakát lány egyébként. You hated her. Don't be ridiculous. So it's okay? Yeah, fine. És így kaptunk egy minyont, akit egyébként ezt érdemli. Csak mondom, jó? Gyerünk! Meg lehet ölni egyáltalán? Azt se tudom. Mindjárt kiderül. De megám! Viszontlátásra, kiváló! És én pedig ezzel fogom zárni ezt a kis nagyjából egy órát. Remélem, hogy tetszett, amit láttatok, és tényleg, tehát hogyha ilyen tartalmakat bírjátok, akkor dobjatok egy lájkot, kommenteljetek valami érdekességet, nyugodt szívvel, akár ezzel, akár mással kapcsolatban. Gyertek majd megnézni a Silent Hill 2 remake-et, és mindenképpen iratkozzatok fel, hogyha eddig nem tettétek meg. Jó? Jó, köszönöm szépen, én pedig addig is szállítom a dolgokat. Legyen szép estétek! Sziasztok!